A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt! Egy falat kenyére, csipetnyi szó, ez a műsorunk címe. Hátat fordítottam a Rock Múzeumnak. Egy régi új helyszínen vagyunk, a Magyar Afrika Társaságnak a tárgyalójában. Itt azért már voltunk, persze mások a vendégek, mint annó, és remélem a téma is érdekes, amiről beszélgetni fogunk az elkövetkezendő percekben. Kembe Sorel Artúr a vendégem, akit a Jóban Rosszabban című sorozatból ismerhettek meg, mint színész, és hát a Víg Színházban is van egy darab, amiben játszik, és persze a saját dolgaival is foglalkozik. Sorel, szevasz! Köszönöm, hogy eljöttél. Ez az Artúr engem rettenetesen zavar. Én tudom, hogy a papa kongói, a mama az magyar, de hát mitől lettél te Artúr? Hát ez egy... Igen, ez egy egész érdekes története van, mert ugye 75-ben, amikor megszülettem november 5-én, akkor az anyakönyvi hivatal vezetője, vagy a kirendeltsége megkérdezte, hogy nyilván milyen nevet szánnak a gyereknek. És akkor apám mondta, hogy legyen Kembe Sorel, és mondták, jó, de hát ő egy magyar emberke, úgyhogy kéne egy magyar név is. És mondta, hát az Artúr az mennyire magyar? Hát az volt a kompromisszumos megoldás, mert akkor még talán volt kongói nagykövetség Magyarországon, és akkor a nagykövetség közbenjárásá volt egy nagyon komoly kerekasztal tárgyalás, és akkor az lett a kompromisszumos megoldás, hogy Artúr legyen, de az is TH rövidúval írva. Tehát a kompromisszum kompromisszuma is megszületett. Hát nyilván ez a hivatalos név, de hát Kembe Sorelként próbálok így létezni. Az Artúr az nekem ilyen, nem tudom, ilyen furcsa. Mindenki Sorelnek hív, úgyhogy az Artúrt az nem is hiszem, hogy bárki az olyan, nem is tudom ezen. Osztály idegen a nevedhez tulajdonképpen, belegondolok. Bár ugye van nekünk egy Kálid Artúrunk, aki Magyarországon ugye színész, és egyszer volt egy nagyon jó történet, a Debreceni Színházban mentünk le forgatni, és a művészbüfében kértem egy fasírtot, meg egy zsömlét, és akkor így mondta a büfés hölgy, hogy akkor Artúr, akkor írjam a többihez? Mondom, igen. Oké. De közben a Kálid Artúr viszont ott játszott, és azonnal esett, hogy összekevernek, bár nem tudom, hogy így arcra mennyire hasonlítunk, de utána fel is hívtam, hogy Artúr, hagytam neked itt egy kis számlát, mert nem akartam így elvenni a kedvét, de hogy közben a színészek is jöttek be, és mindenki köszönt, hogy szia Artúr, szóval egy ilyen furcsa volt, de hát mindegy, voltak ilyen érdekes dolgok, de hát a Sorel az inkább nekem az én lennék. Kiírtak a Jóban Rosszbanból, vagy pedig te kérted, hogy most már nem akarod tovább csinálni, és írjanak ki. Mert általában ezek a darabok, ezek a szappanoperák, ezek megíródnak, és akarják, kiírják a benne lévő szereplőt, ha akarják, akkor viszik hosszú időn keresztül. Igen. Hát én tisztában voltam azzal, amikor bekerültem ebbe a sorozatba 2010-ben, hogy ennek ez nem egy nyugdíjas... Hát az 4 évig tartott a nem nyugdíjas, azt hiszem 2014-ig. Így van, de hát én a saját kérésemre kerültem ki ebből az egész rendszerből. Nyilván az ember egy öregszik, kettő meg született egy kislánya. És ez a típusú életmód, ami ezzel az szórakoztatóiparnak ezen szegmensével jár, nem feltétlenül elégíti ki azt a biztonságérzetet, amit már egy család fenntartó szeretne a családjának nyújtani. És éppen ezért gondoltam azt, hogy akkor elmegyek inkább egy picit távolabb. Aztán azt is sikerült, de ettől függetlenül inkább visszaintegráltam magam abba a vállalkozásba, amit egy barátommal kezdtünk el lassan 20 éve. Csak ugye a sorozat miatt, meg minden más tevékenység miatt ebből ez ki. Ez egy film, egy videoklipekkel kezdtünk el foglalkozni anno 20 évesen. A Hooligansnek csináltuk az első videoklipét Magyarországon, és akkor utána egyszerűen csak így elindult ez az egész. Most már hála Istennek kinőtte magát, úgyhogy vannak reklámok, annak televíziós műsorok gyártásai, tehát ebbe kellett visszaintegrálnom magamat, és
ez napi elfoglaltságot jelent, úgyhogy egyikből hirtelen átváltottam a másikba. Nem éreztem meg annak a hatását, hogy most mit csinálok majd, hogyha nem csinálom a sorozatot, mert alapvetően mindig is volt mit csinálni. Uh-huh. Én nem vagyok színész végzettségileg, uh-huh. nem jártam a színművészeti egyetemre soha. De most a Víg Színházban játszol egy darabban. Igen, érdekes, hogy én ezt az egész szereplést elengedtem még tavaly decemberben, vagy uh-huh. októberben, amikor ugye én benyújtottam a felmondásomat a sorozat gyártójához, és februárban meg fölhívott Marton László, vagy talán márciusban, 2015-ben, hogy akkor ők újra színpadra állítják az Ösztánc című darabot, amit a Víg Színház felújítása után az első premier volt ugye az új kőépületben, és ugye akkor ebben lenne nekem egy szerepem, az a szerep, amit eredetileg Kálid Artúr csinált anno. Hát ez az Artúr, ez mindig így visszatér az életünk. Nem egy nagy szerep, de az én, vagy a pont az én igazából a történet. Kevés jelenetben vagyok, de ettől függetlenül azért van jelentősége az én színpadi jelenlétemnek, persze, és nagyon jó emberekkel dolgozhatunk együtt. Nagyon jó kapcsolatba kerültem Igó Évával, mert ő nekem ott valamilyen kis társam a darabon belül, és így abszolút emberileg is nagyon jóban vagyunk. Igen, azt hiszem, hogy ez a színház azért rettenetesen különleges világ, egy egészen más világ, mint amit az emberek élnek, és egészen más a világ a színészek számára is, hogyha már kijönnek a színházból. A színházban, amikor belépnek, akkor bemennek a saját kis mesevilágukba, azokba a darabokba, amiket játszanak. Igen. És ezek hát tulajdonképpen különböző korokban fordulnak elő ezek a játékok, és hát különböző korokban mennek be, amikor bemennek a színházba. Én azt hiszem, hogy egy jó játék. Egyáltalán nem hiányzik, vagy most, hogy itt vagy ebben a buliban, most jó lenne, hogy ennek lenne folytatása valamilyen formában. Mármint a színház? Persze. Nekem érdekes, hogy ez mindig... Így a gép dobott valami ilyen szerepet, de sosem volt szándék feltétlenül, hogy színpadon legyek. Mert a 2004-es athéni olimpiáról készült, ott én sportolóként vettem részt. Na, majd mindjárt visszatérünk, ez jó. Egy érdekes momentum, igen. Ott készült egy aktív riport, ezt a Vujic Frutko csinálta, és közben párhuzamosan ment a Budapesti Kamara Színházban az Egy cseppmész című darabnak a próbája, amit Tordi Géza rendezett, és ebben a darabban volt egy szerep, egy ugyanilyen fizimiskájú úriember számára, mint én. Kerestek is rá szereplőt, aki így néz ki, és beszél magyarul. Ilyen kinéző embert lehet, hogy találtak, de nem beszélt magyarul. Uh-huh. Feltétlenül olyan szinten, amilyen szinten az elvárható egy színházban. És Géza nézte a naplót valamelyik este, vasárnap, és ott én beszéltem hozzá magyarul a képernyőről, akkor már rögtön ment egy körtelefon, hogy hol van az a srác, én nekem még volt 2 hetem Athénban. És akkor mire hazaértem, akkor már várt egy szerződés, szövegkönyv, és a darab az Egy csepp méz, és onnan kerültem át, ezt szintén Tordi Gézának köszönhető a játékszínben, az Őrült nők ketrece című darabba. Én voltam Zsákob a szobalány, gyönyörű szőke hajam, parókám volt, meg ilyen hatalmas nagy női sminkem. Ugye a történet az adott, és akkor az eredeti könyvben, illetve filmben is egy kongói játssza Zsákobot, és pont egy ilyen furcsa iróniája lett így a sorsnak azzal, hogy én is belekerültem. Térjünk vissza a vívásra, 2004-nél tartunk most, tehát visszamentünk az időben. Megalapítottad a kongói vívószövetséget. Így van. Ezt nem is értem. Szóval ez egy olyan kedves, aranyos fricska, ami tényleg csak mosolyogni lehet. És persze azt is tudnék, hogy te voltál a vívószövetség egyszemélyes mindenese, tehát minden te voltál ebben a szövetségben. Hát legalábbis a szellemi atya, igen, de mivel én visszamennék még egy picit az időben, majd ilyen 17 éves koromig vívtam Magyarországon a Budapesti Honvéd Sport Egyesületben. Szóval ez nem csak egy kaland volt, hogy akkor majd jó kipróbálom ezt, hülyéskedek, csinálok valami. Szóval neked akkor volt valami sportolói múltat, tehát te vívtál. Igen, tehát 17 éves, 92-ig vívtam én, akkor nyert ugye Szabó Bence a barcelonai olimpiát kardvívásban, de akkor került a színre a Dream Team, az amerikai profi kosárlabda csapat a barcelonai olimpián, és ott én láttam őket, és azt mondtam, hogy hűha, én ezt meg tudom csinálni. Ezt nem tudtam megcsinálni, persze, amit Michael Jordan, de én nekem ott utána elkezdődött egy egyetemi tanulmányi periódus, stb. De hogy alapvetően ugye itt ilyen különféle korosztályos versenyeken azért régen, fiatalabb koromban volt, azért értünk el eredményeket, érmeket, aranyérmet, stb. Junior magyar bajnokságot nyertünk, TEM. És ez a kaland olyan szinten, hogy megpróbáljuk, hát ha meg tudjuk csinálni az adminisztrációs részét, és hát ha kijutunk egy olimpiára. Honnan jött az ötlet?
teáztál, kávéztál, borosztál, vagy bármit csinált, egyszerűen csak tényleg, miért nem csinálják meg a kongói vívószövetséget? Volt 2000-ben ugye, Sydneyben volt az olimpia, és ott volt egy úszósrác, Erik Musambaninak hívták, igen, az Erik az angolnak. Igen, jutott mindig a közepéig a medencének, ugye? Hát majdnem belefulladt igazából, igen. De hogy az előfutamokon egyedül indult, és szerintem majdnem 2 perc alatt úszta le a 100 métert. Hihetetlen szerették az emberek, mindenkinek itt drukkolt, igen, emlékszem. Nagyokat röhögtünk rajta, mert hát, igazából nem teáztunk, kávéztunk, hanem söröztünk egy teraszon a barátaimmal, és akkor itt pont volt ez az összeállítás, és mindenki nevetett, és nekem így hirtelen beütött, hogy egyébként egy olimpián miért indulhat el valaki, aki nem tud úszni se. És akkor ott elkezdtünk beszélgetni a barátaimmal, és mondták, hogy te vívtál, meg nem is voltál nagyon ügyetlen, akkor te is menjél. Hát mondom, ez ilyen egyszerű, nem hiszem, nem is olyan egyszerű egyébként, hát nyilván főleg, hogyha nincs Kongóban, akkor már az már körvonalazódott bennem, hogy ott Kongóban kell valamit csinálni. Nem volt vívószövetség. Ott nem volt, ott meg is alapítottam ezt így 2003 nyarán, tavaszán talán. És akkor a kongóiak neveztek téged az athéni olimpiára? Igen, egyszerű a menete egyébként, ez adminisztráció. A neten utána lehet nézni mindennek. Nyilván, hogy a felnőtt férfi lakosság nagy része az internetet az erotikus tartalmak miatt böngészi, de vannak rajta információk is, és azon információkat meg lehet találni. Az erotikus tartalmak miatt nézed az internetet? Van olyan is, néha nyilván az ember csinál ilyesmit, de hogy alapvetőleg itt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a honlapján minden föl volt, és a Nemzetközi Vívószövetség honlapján, hogy mi a módja annak, hogy egy szövetségbe legyen regisztrálva, annak teljesen egyszerűen módja, meg kell alapítani, ez egy papírmunka, adminisztrációs munka, a szakági sportszövetséget egy adott országban, ahol még nincs. Azt az helyi olimpiai bizottság akkreditálja, lejelenti a Nemzetközi Vívószövetségnek, és attól perctől kezdve már indulhat Nemzetközi Vívószövetség színeiben, amíg a következő kongresszuson be nem fogadják az országot. És így sikerült ezt az egészet abszolválni, és attól nem kaland ez az egész, hogy én a régi edzőmet kerestem meg ezzel a projekttel, hogy akkor most mindjárt elmegyünk. Mit szólt hozzá? Hát ő nézett nagyot, hogy de miért? Hát mondom azért, mert hát nem tudom, szeretnék azért... Meghűlt az én régi tanítványom, igen, vagy mi történhet? Napszúrás? Vagy... De közben ugye neki azért szakmai karrierje azért felfele ívelt, ő volt egész magas pozíciókban és a magyar víváson belül, és hogy azért gondoltuk ezt véresen komolyan, mert nem, tehát ő se szerette volna a szakmai hírnevét hazavágni ezzel, hogy itt elmegy hülyeskedni valamilyen helyzetbe. Volt egy bobcsapat, ami hirtelen eszembe jutott szintén. A jamaikai bobcsapat, igen. Amerikai bobcsapat, egy olyan helyről, ahol aztán hónak nyoma hát, nem volt. Jamaikában egy csepp hó nem esik, igen, soha, de hogy mégis megcsinálták. Na mindegy, és akkor utána ugye nyilván volt egy kvalifikációs időszak, amin belül különféle kritériumnak meg kellett felelni, és az egyetlen lehetőség, ami már csak hátra volt azért, mert hogy nagyon későn sikerült bejegyeztetni a vívószövetséget, az a 2004 áprilisában megrendezésre kerülő Afrika bajnokság. Az volt a kvalifikációs zóna verseny az athéni olimpiának, és azt sikerült megnyernem. Indult el, és meg is nyerted. Igen. És aztán úgy az jelentette a kvalifikációs kvótámat. Tehát az megadta a lehetőséget, hogy elmenjél az olimpiára, de mi vívószövetség, vívócsapat, belőled állt meg az edződből az egész. Igen, hát itt csapatot nem indítottunk nyilván, csak személyre, egyéniben. Eddig jutottál el, nem, utána nézhettem volna, igazad van, de inkább felteszem a kérdést. Ott ugye direkt kiesés van sajnos, tehát 92 óta. Milyen? Van párbajtör, kard, mi kard, volt? Párbajtör, én kardoztam, kardozom, vagy mondjuk így. És hát én kikaptam rögtön az első asszóba, de hát sok mindenki kikapott az első asszóba, aki ugye kiesett. Nyilván egy kubai sráctól, és azt én már többször visszanéztük azt a felvételt most már az edzőmmel, és akkor pontosan tudom, hogy mit csináltam rosszul, hogy mit nem. Mert 13-11-re vezettem, aztán utána én szerintem volt egy rossz bírói döntés, ettől nekem ott valahogy elgurult a gyógyszer, és aztán 15-13-ra ki is kaptam. Tehát 4 találat hamar megesik, és aztán utána már az zuhanyzóban így gondolkodtam. A karnál nincs a jelző, ugye? Az de van így, most már. Most karnál. Már van. Athénben volt már? Athénban volt. 92-ben még nem volt, azt hiszem a következő olimpián már elektromosra vívtak. Mert a kard a legutolsó, amelyikbe kapcsolódott ebbe, igen, a igen. És ez jót is tett neki, rosszat is tett neki, sokkal gyorsabb lett. Egyébként sem volt lassú a kardvívás. Hát abszolút, maga a vívás nem egy lassú. De sport. Most már ugye bármilyen pici érintéstől már kigyullad a gép, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy az ember mennyire próbál ott hadakozni, majd én szépen kivédem. Hát most már el kell menni, mert lehet, hogy éppen hozzáér, és akkor ott vége van. A menekülésre kell fogni a dolgot. Ez már combos sportág lett. Sosem volt nem combos, de most már nagyon az. Combos sportág lett.
Szomorú voltál, elkeseredett? Hát abban a pillanatban még zuhanyoztam ott, és akkor az első találkozást megejtettük az edzőmmel ott, ahogy kijöttem az öltözőből, persze mondta, hogy hát azért lehetett volna, azt oda kellett volna figyelni, de hogy azt gondolom, hogy ez a Coubertin nem véletlenül mondta azt, hogy a részvétele fontos, és nem a győzelem. Én aztán nagyon jól éreztem magam, sőt, én tehát a nyitó ünnepségtől egészen a záró ünnepségig kint voltam, és mind a kettőn részt is vettem. Tehát annál nagyobb élmény azért ritkán esik. Igen, ez mindenképpen maximálisan megérte. Meddig jutott el a kubai gyerek? Kubai gyerek után kikapott Szergej Sarikov nevű orosz fickótól, aki hát volt azért már világbajnok, tehát azért igen, tehát lehet, hogy én abban beleszaladtam volna egy nagyobb vereségbe. Nagy valószínűséget, te is kikaptál volna. Igen, hát az még akkor lehet, is. Lehet, hogy nem 15-13-ra. Igen, de, és ez nem az a sportág, ahol mindenki megverhet mindenkit. Tehát nem kell feltétlenül ismerni az ellenfelet, hogy kikapjak tőle, vagy megverjem, mert hogy azért megvannak az erőviszonyok így előre. Vetted kezedbe kardot? Ez a jelenleg is a sportot tulajdonképpen? Vagy felbomlott a kongói vívószövetség? Kongói vívószövetség azóta is működik, bár nem annyira aktív, sőt, én nem tudom, hogy egyáltalán aktív lenne-e, pedig én próbáltam ott mindenfajta segítséget nyújtani, legalábbis innen, amit tudok, hogy ilyen-olyan terveket lerakni, rövid, közép és hosszú távú terveket lehet pályázni pénzekre a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál, vívószövetségnél. Annyit tudok, hogy Dakarban, Szenegában van egy testnevelési egyetem, ahol van vívómesterképzés, és idéntől küldtek ki, tehát azért lesz, eltelt egy 12 év, kiküldtek azt hiszem 3 embert, akit ott vívómesternek képeznek. Tehát ez az eddigi tevékenység a kongói vívószövetségnek, hogy elküldtek 3 embert Dakarba. Sajnos ez így van, de hát mi próbáltuk ott, mert voltak tervek, hogy ott majd a gyerekeket tanítjuk, a Katonai Akadémián úgyis rengeteg gyerek van, ott egy bentlakásos iskolát, vívóiskolát csinálni, úgyhogy napközben tanulnak, edzenek. Hát nyilván ez nem ment, tehát nem ütötte meg. A kedved ment el, hogy a következő olimpiára már nem akartál felkészülni, vagy pedig azt mondod, hogy jó kis kaland volt, ott voltam a nyitón meg a záron, ritkán láthat az ember ilyet, főleg egy stadionban véggyalogolva. Ez nekem megvolt, jó napot kívánok. Jó hetsz volt és kész. Nem a kedvem ment el, a térdem ment el, mert 2005-ben megcsinálták a negyedik térműtétemet, és aztán utána ugyanazon a térden, a jobb lábon. És aztán úgy gondoltam, hogy most lehet az itt... Igen, meg nem szeretném feltétlenül tönkretenni magamat rögtön 40 éves korom előtt, és nem is fogom. De hát nyilván tehát a vívás ez még mindig az, ami legbelül foglalkoztat, persze. Sportos, mást is? Hát valamit tálta, néha edzegetek, de így magam. Az is vívás. Nem vívás. Most az edzőmnek, a régi edzőmnek alakult egy sport egyesülete Budapesten, és most a megnyitó ünnepségen ott voltam, és akkor utána mondtam, hát így megláttam az tök új vívótermet, és így hirtelen megint kedvet kaptam. Nosztalgia. Szóval lehet, hogy lejárogatok heti egyszer-kétszer vívni, de tehát ez a versenyszerű vívás azért az már elég. Igen, mert az már igénybe veszi a szervezetet, és jelen esetben a te lábadat. 8 perc a konyhában, mit mond ez neked? Hát ez egy nagyon jó kis kísérleti műsornak induló dolog volt a Viaszat nevű csatornán, aztán utána ment belőle egy egész évadnyi, de az talán adott valami olyat, hogy én előtte a konyha környékére sem mentem be. És mivel velem egykorú séffel csináltuk az egészet, aki ugye a szakmai felügyelője volt, én meg voltam az érdeklődő, teljesen dilettáns. Ő gyakorlatilag fölépítette úgy ezt az egész adást, legalábbis szakmai részét, hogy megtanított valamire a végére. Tehát megtanulta az ember a fűszernövényeket, nem csak a zacskóba, föl is ismerem most már, meg használom, hogy milyen húshoz mit kell csinálni. Te vagy a szakácsnő otthon? Néha előfordul, bár most már ritkább, mert egyébként nekem nincs türelmem ehhez. Tehát én csak a gyors, és nem azt mondom, hogy a rántottát, de hogy akkor megsütök gyorsan egy húst ide-oda, összerakunk egy kis salátát, és akkor megettük, vagy a rizst fölrak. De hogy én azt, hogy elkezdjek ott kocsonyát főzni otthon, vagy bármilyen gulyást, az annyi idő, hogy én megörülök vele, tényleg. Inkább, ha már főzök, akkor azért főzök, és az a gond, pedig ez egy gurman vagyok, mert éhes vagyok. Pedig szerintem azért, tehát a gasztronómia azért tud olyan... Azt szereted, hogyha jó helyen vagy, rámutatsz egy jó ételre, egy étlapon, és hozzávezető útéket baromira nem érdekel már. Persze, de hogy alapvetőleg néhány, tehát barátaimmal néhány egyszer-kétszer együtt nyaralunk, ugye egy évben igen, de hogy gyakorlatilag egy pár napot így együttünk, és akkor ott van egy nagy főzés, de nyilván arról szól,
hogy a főzés végére ki milyen állapotba kerül. A sütés, nagy bográcsozás, persze, hát ez hozzátartozik a nyárhoz. És a végén ki milyen állapotba kerül, az tudjanak tényleg, hogy bogrács is megihatja adott esetben a levét. Oda is kerül, igen. Van, amikor nem is tudjátok befejezni, vagy tudjuk, nyugodtan mondhatom magamra is befejezni, mert a helyzet másképpen alakul. Te voltál manőken is. Fú, az a 90, te még, hát minden szülő gyerekére hiú, azt hiszem. Mert mindenkinek jó az a legszebb, meg a legügyesebb. Jogosan, teljesen jogos. Nekem nyilván a szüleim is úgy gondolták, hogy én vagyok a legszebb férfi a világon, uh-huh. és akkor mindjárt el is küldenek Sütő Enikő modelliskolájába, uh-huh. ahol végigjártam egy tanfolyamot. És aztán adnánk a tanfolyamnak a végén ugye kaptam egy szerződést egy ilyen ügynökségtől, és akkor elkezdtünk divatbemutatózni, meg reklámfotózni. Nárai Tamással sokat dolgoztunk, mert ő nagyon rajta volt még régen a férfi vonalon, még mielőtt ugye már akkor saját magának is tervezett, de hogy inkább női vonalat képvisel, de ott ilyen Hugo Boss, meg ilyen iszonyatosan nagy márkáknak a bemutatóin részt vettünk. Nyilván azért, mert van egy kis exotikum is bennem, meg hát nem voltam alacsony sose. Mm. Tehát így ez így működött egy 3 évig, aztán annak is így vége lett, mert valamiért nem találtam meg a saját kis utamat ebben a világban. Mindig kilépsz abból, amiben benne vagy, hogyha nem érzed magad jól benne? Muszáj. Mert tovább? Hát persze, nincs semmi értelme. Ha nem érzem jól magam valamiben, akkor az a megélhetés csak... faktor az ilyenkor nem szokott motiválni benned? Hogy igen, igen, de ott a család, a gyerek, szóval... Mindig is volt egy 15-20 terv, ami kivitelezés alatt volt. Az életemben. És valamelyik mindig működött, mindig eljutott egy olyan fázisba, ami működőképessé vált. És sosem hirtelen haragból hagytam ott helyzeteket. Végig gondoltam? Hanem amikor már úgy volt, hogy oké, ez nekem nem jó, csináltam még egy darabig, végig gondoltam, hogy hogy lehetne ebből kiszállni, és melyek azok az ötletek, amik már valahova eljutottak, és akkor azt kell csinálni tovább. Tehát, és nyilván voltak szerencsés véletlenek is, mint például ez a színházasdi, ami ugye a Vívásból jött, a másik színházi szerep, aztán közben a sorozat is egy ilyen szerencsés véletlennek köszönhető, de mindegyiknek ugye volt ezeknek a szereplős helyzeteknek volt egy közös pontjuk, az, hogy pont ez a karakter kellett. Tehát itt nem tudom, hogy feltétlenül azért, mert hogy hú, hallottuk, hogy Szorem milyen ügyes, hanem ugye viszonylag szűk a merítés Magyarországon ebből a karakterből. Riportfilm készült a Toto együttesről, és egy zseniális gitárossal, Stevie Lukaterrel beszéltél. Igen. Hogy kerültél a dolgok közelébe? A Duna TV-n dolgoztam, akkor volt egy ilyen állásom még, aztán utána az megszűnt 2011-ben. De hogy ott volt egy nagyon jó kitalált kis projekt, ami az Est Neked címet viselte, és ezt az Est Media csoport és a Duna TV közös koprodukcióban csinálta, és az, ez volt gyakorlatilag a koncepciója, hogy akik valamilyen nagy nevek, akik idejönnek Magyarországra, ezeket lencse végre kapjuk. És a Totóval is. Igen, az A38-on volt az interjú, meg a koncert is nyilván, és egy nagyon kellemes élmény volt, nem tudom, hogy sosincs nála készpénz, vagy a Steve Lukaternél, de hogy amikor megvolt az interjú, akkor így odahajolt, levették róla ugye a mikrofont, és akkor így odahajolt, hogy nem hívna meg egy sörre? Hát mondom, akkor ígyunk egy sört. És akkor ígyunk egy sört Steve Lukaterrel, utána meg ment fel a színpadra. Tehát nem volt még az olyan állapotban, csak hogy megkívánt egy sört, meleg is volt, nyár volt, úgyhogy ezt én is szívesen elfogyasztottam vele. De hogy nagyon jó. De hát voltak interjúk a Vajakom Dios énekesnőjével, a Danny Kleinnal, akkor Omar Portuondo a Buena Vista Social Clubban, nekem nagy kedvencem ő is, de a másik véglet, az a Prodigy, akivel 2009-ben... Hát az tényleg a másik véglet, vagy akkor Dioshoz képest is. Az teljesen, de hogy az velük 2009-ben interjúztunk Marosvásárhelyen a Félsziget Fesztiválon. Tehát ez a Duna TV-s korszak adta meg azt, hogy én megszerettem valamiért a tévézést, de azt a fajta tévézést, hogy az ember kitalál valamit, engedélyt kér el főnökeitől, valamilyen forrást be tud vonni rá kívülről, hogy koprodukció legyen, azt elutazik, meg leforgatja, hazajön, megvágja, és előszeretettel várja ezt a tévé előtt. Mert azt tudja, hogy ez a születésétől. Miből lett az, ami lett, igen. Így van. Hát a Steve Lukather az egy világhírű pasi, tehát itt szó sincs róla, úgyhogy lehet, hogy nem is annyira jó a kérdés, hogy ki volt a leghíresebb, akikkel... Hát nehéz, mert bármelyiket felsorol. Mondjam egy pár nevet, akiket úgy megismertél. Húha, hát itt azért ugye mondtam a... De, kettőt mondtál, a és a Placidig is eljutott. Buena Vista Social Club, akkor volt Mike Stern, vele is interjúztunk, ő egy híres jazzgitáros. Húha, hát sok volt.
nehéz így kiemelni, hogy ki volt a legnagyobb. A legjobb. Hát ezek mind nyilván világhíres. És rákitette a legmélyebb benyomást, mind emberileg, vagy adott esetben szakmailag és emberileg. Az Omara Porto Andó, a Buena Vista Social Club énekesnője, mert annak egy nagyon érdekes sztória volt ennek az interjúnak, mert a koncertszervezőt fölhívtam, és ők azt mondták, hogy a művésznő csak pénzért ad interjút. Uh-huh. Én mondtam, hogy oké, akkor leraktuk a telefont, fölhívtam a kubai követséget, hogy itt az afrikai diaszporának nagyon fontos ugye ez a fajta zene, meg stb. És akkor megkaptam a turné menedzser számát, kiderült, hogy pénzért nem ad interjút, hanem bárhogy nap, bármikor szívesen. Igen, ez a tipikus. És aztán utána találkoztunk az egyik szállodában, be is világítottunk minden, és megérkezett ilyen leplekbe, bugyolálva, sejemben minden, uh-huh. és oda támaszkodott az ajtó félfához, és akkor rám nézett, és azt mondta, hogy ha én 50 évvel fiatalabb lennék. Mondtam neki, hogy csokolom, mert ugye ez a 80 környéki. Tehát, és ott beszélgettünk, és volt egy utolsó kérdés, hogy tudok-e énekelni. Mondtam, hogy nekem nincs énekhangom, mondta, hogy mindenkinek van énekhang, és akkor elkezdtük énekelni együtt a Guantanamera című produkciót, és akkor a végén megkérdezte, hogy van-e olyan magyar dal, amit mindenki ismer, és ugye a Freddie Mercury, amikor még Budapesten koncertezett a Queennel, a tavaszi szelet, és akkor azt leírtuk neki rendesen, fonetikusan, ahogy ezt úgy el kell olvasni, és akkor az egyik kollégám meg egyébként konzervatóriumot végzett, ő le is kottázta, és az esti koncert végén visszajött a kis papírfecnivel, és akkor így elénekelte ezt, és ez egy fantasztikus volt, és ráadásul kiderült, hogy Queen rajongó volt. Még tehát ráadásul. Elképesztő. Szóval 80 évesen. Igen. Szóval ez igen, szóval én mindig azt mondom, hogy a kor az egy állapot, de semmiképpen sem meghatározója az emberi gondolatoknak, annak frissességének és sok egyébnek. Hát ő nagyon friss, igen, az biztos. Igen. Kongó, mikor jártál utoljába Kongóban? 2008-ban, akkor vettek fel a... De már régen volt. Igen, akkor vettek fel a Duna TV-hez dolgozni, még 2008. szeptemberében léptem be, és volt egy olyan műsor, aminek az volt a címe, hogy világkikötő. Uh-huh. A belsős pályázatok alapján osztottak le különféle helyzeteket embereknek, hogy kinek milyen ötlete volt. Uh-huh. És nyilván már szeptember óta ott dolgoztam, és úgy gondoltam decemberben, most már vagyok itt olyan régóta, hogy beadjak egy ilyen pályázatot, de át is ment, és nyilván Kongóról forgattunk egy anyagot, mert ugye két Kongó van, a demokratikus Kongó és a rendes köztársaság, rendes, hát mindegy nevében. És a két főváros, a Kongó folyó két partján fekszik, a világ legközelebb eső két fővárosa, ez egy Guinness rekord, és akkor így ezt próbáltuk ott feldolgozni kulturálisan, meg mindenfajta aspektusból, és ez le is ment, tehát ez egy, szerintem egy sikeres forgatás volt. Akkor voltam utoljára sajnos, egy nagyon drága az utazás, uh-huh. kettő meg... Sokáig tart, meg az ember nem egy hétre megy le, tehát... Akkor elmegy hát azért, mint Amerika, oda leugrani a hétvégére, az a legnagyobb bazarság, persze, az legalább 2-3 hét minimálisan. Hogy a... És így egyre nehezebb megjegyezni azt a születendő gyerekeknek a nevét, vagy megszületett gyerekeknek a nevét, akik az idő alatt születtek, amíg én utoljára ott voltam. Uh-huh. Mert hogyha szerintem havonta utaznék, akkor is lenne egy 4-5 újszülött, de így 8 év elteltével, 7-8, az már egy... Hát követhetetlen. És hát te tulajdonképpen Magyarországon születtél. Igen. Gyakorlatilag, úgyhogy innen még nehezebb, nem eljöttél ifjú korad valamelyikében, hanem itt születtél Magyarországon. Igen. Csak innen kell a történelmet, az óhazát valamilyen formában visszakeresned. Hát, hála Istennek most már ugye ott is már nem tudom milyen telefonok vannak, már van egy rengeteg helyen wifi. Barátaid vannak Kongóban, akikkel naponta akár tarthatod, vagy tarthatnád a kapcsolatot? Hát, van egy unokaöcsém, bocsánat, közben is összelábasztunk az asztal alatt. Egy unokaöcsém van, aki katonatiszt, és vele napi szinten már megy ezek mindenfajta közösségi médián, vagy egymást nézve a telefonon már beszélgetünk. Ő is nem azt mondom, hogy nagyvilági ember, de néha beleszalad egy-két éjszakázásba, uh-huh. és akkor ott ilyenkor néha fölhív, és akkor beszélgetünk, meg minden, de egyébként egy komoly úriember, tehát már magas kettő pozícióban. Kettő nem zárja ki egymást. Persze, hát heti egyszer komoly úriemberek is elferdülhetnek, Halljad. De mondom, katonatiszt gyakorlatilag, majdnem az egész család fegyveres szervezetnél dolgozik, úgyhogy mivel az az egyik legbiztosabb megélhetési forrás, túl azon, a másik oldala meg, hogy ők nagyjából már az én generációm is, de a nálam fiatalabb generáció az már nagyon lokálpatrióta. Uh-huh. Az unokaöcsém is eszméletlen lokálpatrióta. Azt mondta, hogy Európába addig nem szeretne jönni, amíg meg nem ismerte Afrikát. És azért ott azért van pár tucat ország, amit érdemes végigjárni.
és aztán mondtam, jó, akkor nem tudom, mikor találkozunk majd Budapesten, de gyere már egyszer. Mondhatom, hogy tulajdonképpen te egy modernkori kalandor vagy valamilyen formában, hogy mindig változtatsz, hogy mindig más próbálsz ki, visszakanyarodsz hozzá, de mindig benned van a fejedben tervek hegye, amiben mindig egyet-egyet előhúzol és megcsinálod. Hát muszáj, én szerintem, tehát én nem tudnám elképzelni magamat egy olyan szituációban, hogy 30-40 évig egy dolgot csinálok, mert szerintem a mai világ már nem is erről szól. Sokkal pörgött. Két-háromszor vált szakmát az ember, és nem véletlenül vannak most pár olyan felnőtt képzési formák, ahol ugye az embert átképzik valamire, mert hogy már alakul a világ, és egyre gyorsabb. Ja, hála Istennek mindig is ilyen pörgős gondolkodású voltam, bármióta gyerekem van azért ilyen van extrém kalandokban. Van egy kis visszahúzó erő. Így van, nem szeretnék részt venni extrém kalandokban. Az az elsődleges, hogy ezt a családi biztonságot megpróbáljam előteremteni. És hát ez most hála Istennek még így működik. Aztán, hogy meddig tart, vagy meddig nem találok ki valami másikat, az egy másik kérdés. Kívánom, hogy működjön sokáig, kívánom, hogy legyen sok ötleted, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgetettünk. Önöknek, kedves nézők, pedig köszönöm a figyelmet, egy hét múlva ismét találkozunk. A viszontlátásra! Egy falat kenyér, és egy csipetnyi szó. Bétót László műsorát látták.